reggeli személy. Közben az ifjúságkutatás eredetéről eszmét cseréltünk Szabó Andreába, szociológussal, aki a mai reggeli személyre abból az alkalommal, hogy olvastam a blogbejegyzését, ami elég speciális, mert hogy ugye meg hozzászoktunk, hogy ilyen egyrészt szűrt adatokat kapunk, másrészt furcsa, hogy mit kapunk, mit nem kapunk, mit következtetünk, de ez egy teljesen nyílt adatbázisból dolgozó kutatás, méghozzá KSH-nak a halálozási statisztikáiból, ami hát nekem is kedvenc olvasmányom egyébként. Nem is tudom, miért nem egy Dark Wave zenekar frontembere vagyok ezzel a mentalitással. Na, de a lényeg az, hogy a koronavírus megelőző 10 évben, ugye ez a 2010-19, így van. 129.324 fő halálozott el. Átlagosan, igen. Minden évben. Az azt jelenti, hogy 10 évente több mint 1 millió ember hal meg, és több mint 1 millió ember születik. Aha, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem is gondolom az ember, hogy ennyire gyorsan cserélődik egy ország. Egészen pontosan 1 millió ember hal meg, és jóval kevesebb születik, ezért fogyunk. Tehát, hogy ez a probléma lényege. Üdvözlöm a hallgatókat egyéb iránt. Az probléma, hogy fogyunk ezen. Most egyébként sokat gondolkoztam, hogy ez az ország működött, mint 3 millió lakossal is. Igen, de egészségesebb volt a szerkezete. Most túl sok a nyugdíjas, és túl kevés a fiatal. Márpedig a fiatalok tudják a nyugdíjasoknak például a hosszú távú nyugdíját biztosítani. Tehát abban a rendszerben, ahol most vagyunk, azt hiszem, hogy kirovó rendszernek hívják, nem a nyugdíjas saját befizetései azok, amelyek biztosítják a nyugdíjakat, hanem az éppen aktuálisan dolgozó embereknek a befizetései. Úgyhogy... Ez a rendszer nem jó, hisz az arányok mások. Addig jó, ameddig kiegyenlített a fiataloknak, az aktívaknak és az időseknek az aránya, de most már felborult. Tehát most már nem jó valóban. De azokban az országokban, mondjuk Indiában, ahol ez pont fordított ez az arány, borzasztóan, ott meg az se jó. Hát miért nem jó? Hát mert jönnek el, menekülnek, és ott hagyják az országot a fiatalok többségében, mert nincs helyük. Igen, ez szerintem egy téves. Miért mennének el Indiából, amikor az India az egyik legfejlődőbb országa? Jó, kérem, Indiát hoznám példaként. Más ország. Jó, most pontosan nem kell a szavakon lovagolni, hogy éppen mit mondtam, de nem erre gondoltam. Tehát például Közel-Kelet vagy a többi ilyen helyen, ahol ugyanez az arány, sok fiatal igen, is. Igen, ez viszont igaz. A Közel-Keleten, mondjuk Észak-Afrikában túl sok fiatal van, és ezért a menekülés, tehát ezért valóban elmenekülnek, és ők az úgynevezett gazdasági menekültek, más szóval mondom, migránsok, akik eljönnek Észak-Afrikából azért, mert ott egyszerűen nem tudnak elhelyezkedni, nincs munka, és Nyugat-Európában viszont szükség van rájuk, mert ők a legaktívabb munkavállalói réteg, és ezért kipótolják azt, ami nincs Nyugat-Európában. Megoszlanak a vélemények, hogy szükség van rájuk, ugye, mármint, mert most nem a magyar véleményekre gondolja, még ezek az országon belül is egyébként. Ez egy szociológiai tény. Lehet, hogy nyilván politikai értelemben lehet róla vitázni, sőt, valószínűleg kell is róla vitázni, de hogyha egy országban kevesebb a munkaerő, mint amennyi rendelkezésre áll, és belső forrásokból nem tudják pótolni, nem születik annyi gyerek, akkor azt valahonnan pótolni kell. Na de erre mondtam azt, hogy mondjuk egy 3 milliós Magyarországon is, ahol sokkal kevesebb volt, tehát nem a munkahelyek száma sok. Nem inkább azzal a probléma, hogy túl sok munkahely van? Igen, ezt azért kérdezzük meg az emberektől, hogy úgy érzik-e, hogy túl sok a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy túl kevés. Tehát, hogy itt van egy elképesztő ellentmondás, mert egyrésztről valóban túl sok munkahely van, másrésztről pedig nagyon sok ember számára nincs munkahely. Ez egy strukturális problémája a nyugati társadalmak munkahelyi eloszlásainak. Hát mert így folyamatosan változnak az igények, gondolom, ez a szolgáltatóipar... Igen. Azért ezen sokat dob. Igen, tehát ugye 3 szektorról szoktunk beszélni, egy ipariról, egy mezőgazdaságiról, meg a szolgáltatásokról, és a 20. század fejlődésének, itt most, és most a fejlődés tényleg itt idézőjelbe teszem, az a legfontosabb vívmánya, hogy a kettővel szemben a szolgáltatások szektora elképesztő mértékben növekszik, és hogy itt a szolgáltatásokban helyezkednek el nagyon sokan. Az az igazi nagy felvevő, és ugye az álma a politikusoknak viszont az, hogy a gazdasági, tehát hogy a termelő a szektor legyen, a munka alapú társadalom, nehézipar, és akkor a bányászok a bányában feszítetten dolgoznak, szétizmos emberek, kalapács, nyele van, igen, folyik róluk az izzadság, és ezt úgy meg is lehet, hogy nagyon, szóval látom magam előtt a képet, ahol a bányászok azt a bányában látom, hogy látja, igen. Nem csak azért gondolkozik, hogy miért adta a turisztika irányába, miért engedte a turisztika irányába tovább tanulni leányát miniszterelnökünk, hisz ugye a munkaalapú társadalomban, na például pont a turisztika, ami az egyik ilyen bizonytalan pont nálam. Igen, attól tartok, miért nem hogy ez valóban. Ott az emberek, ahol vannak?
Igen, és miért Nyugat-Európába ment tanulni? Miért nem Moszkvába, vagy mondjuk Pekingbe? A vendéglátás azért abban az a Belgium, Luxemburg és Svájc környékén fejlett, rendkívül fejlett, csak emiatt egyébként. Én ezt nem tudhatom. Hát én se egyébként, ebben nem vagyok biztos, de hogy csak visszatérve a szociológiai tényre, hogy mi szerint igenis szükség van ezek az emberekre. Ugye a Brexit az nagyon érdekes, mert ugye ez pont ennek a szembe menés ezzel, és ott beszéltem, volt szerencsém egy hölgyel, aki arisztokrata, angol arisztokrata hölgy, aki hát mondjuk speciális életében nem dolgozott semmit, de a férje sem, és hogy ezért arisztokrata, igen. Igen, valószínűleg, de valószínűleg a felmenő is sem, és ő neki ez a meggyőződése, hogy hát az angol iparban dolgozanak angolok. És hogy ezt próbáltam neki rávilágítani, hogy ez ennyi tartatatlan, de mondom, egy dologban még bízhatnak, hogy újra megpróbálják rabszolgasorba az íreket betenni, mert akkor még meg lenne oldva. Szerintem ez egy kiváló megoldás lenne. Valószínűleg vannak is emberek, akik ezen gondolkodnak. Uh-huh. Ez egy kicsit szarkasztikus megjegyzés volt, még mielőtt bárki komolyan venni, viszont hogyha az arisztokratától megkérdeznénk, hogy úgy egyébként az ő háztartásában hány mondjuk indiai származású, vagy táj származású, vagy bármilyen származású migráns dolgozik, akkor meglepő számokat látnánk. Ugye, mint olyat, hogy angol társadalom, azért ez egy enyhe, nem is túlzó csak ez megjegyzés. Ellen van kifogásuk, csak hogy ne legyenek állampolgárok, az zavarja őket. Igen. Tehát az indiai dolgozhat, azzal nincsen olyan nagy bajom, csak hát azért menjen vissza, amikor akarom Indiába. Tehát ez teljesen legitim álláspontot. Ja, aha, tehát hogy az, hogy ő egyébként, az a szegény, aki ott dolgozik a háztartásában, mit akar, az egyébként teljesen le van. Hát, ez egy érdekes szempont egyébként, valóban nem merült föl. Valóban, igen. Tehát talán ugye, ez egy helytelen hozzáállás. Amennyiben. Amennyiben minden embernek azonos joga van egy demokráciában. Hát egy demokráciával, igen, de hát ahonnan ő jött, már bocsánat. Tehát, hogy ezek azért nagyon finoman kiegyensúlyozható problémák. Nem mindesetre tényleg tartatatlan az álláspontja, és egyszerűen nem érti ezt, mert ugye azért azonnal jelentkezett a munkaerőhiány, az volt a szép, igen. A Nagy-Britániában, hogy tehát akkor a jó napot, de akkor fagyott zöldséget ki fogja becsomagolni? Hát senki. Ennél rosszabb a helyzet, mert a fagyott zöldségnek először ben kell lenni a hűtőházakban. Tehát először a zöldséget valakinek meg kell termelni, majd le kell szedni, el kell szállítani a fogyasztó helyekre, tehát ezekre a centrumokba, de most azok sincsenek, akik termelik a zöldséget, akik leszedik a zöldséget, pláne akik elszállítják a zöldséget. Az, hogy aztán már fogyasztani, és akkor az hogyan kerül el a boltokba, az már egy harmadrangú kérdés. Az egy jó kommunikáció ám, hogy akkor mi nem menekülteket fogunk beengedni a munkaerőhiány megoldására, hanem több magyar gyermek születik. Ez egy nagyon jó hangzó dolog. Igaz, soha senkinek nem sikerült még a fejlett világban, és soha senkinek nem is fog sajnos, tehát ezt kell, hogy mondjam, elkeserítve valószínűleg a miniszterelnök urat ezzel a kijelentésemmel, de erre törekedni azért az nem az ördögtől való. Nem, sőt, ez nagyon is támogatandó cél. Mm-hmm. Az a kérdés, hogy az a számomra megszámlálhatatlan mennyiségű pénz, amit beleöltünk az elmúlt években családpolitikában, és azzal elértük, hogy egyik évről a másik évre mondjuk 600-al több gyermek születik. Minden egyes élet rendkívül fontos, és az a 600 gyermek, azt vegyük pozitívnak, hogy megszületett. Csak nem tudom, hogy jó-e, vagy hogy társadalmilag megéri-e, hogy ennyi pénzt beleteszünk 600 gyermeket. Tehát van egy mondjuk, hiányzik mondjuk 100 ezer ember, és akkor 600-zal hozzájárulunk ehhez, és akkor már csak 99.400 állást. Igen, és akkor azt tisztelettel megkérdezem, hogy azt a 99.400 embert egyébként honnan pótoljuk, és az a meglepő állítás van, hogy külföldről, migránsokkal pótoljuk. Nem, hanem tőlünk, anyaországtól eltakított magyarokkal pótoljuk ezt a ez már nem részben. Így van. Igen, részben. Részben, ez ma már ugyanis egyszerűen nem elég. Tehát, akkor meg rendes európai keresztényekkel. Aha, hát ez sem teljesen így van. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi a rendes keresztény, ez itt már olyan hitvitákban megyünk bele, amiben nem szeretnék belemenni. Ez csak egy példa arra, hogy inkább jön egy ukrán ide, igen, dolgozni, mert a kultúrában mégis közelebb áll hozzánk, mint az a szír, aki hát édes jó Istenem, hát alig hallott Jézusról. Ja, a szírek mondjuk pont igen, de ez most mindegy, megint nem kebe. De figyelek közben, csak nem, magamra is figyelek. Csak azt akartam mondani, hogy valójában ez nem így van. Tehát az, ami a propagandában benne van, és a szociológiai valóság között igen komoly
különbség van, ugyanis ma már indiai vendégmunkások vannak, vietnámi vendégmunkások vannak, adott esetben arab világból származó vendégmunkások vannak, mert hogy másképpen nem lehet azt az elképesztő munkaerőhiányt pótolni, és természetesen vannak ukránok, meg vannak románok, nyilván, szerbek, nyilván, meg minden, de valahogy még mind a mai nap még nem Nyugat-Európából jönnek ide tömegesen a munkaerőhiányt pótolni, hanem a keleti világból. Ez tökre érthető, de a Kelet-Európában viszont iszonyú tartalékok vannak, tehát csak az egész Oroszországot nézzük meg, a ex-szovjet államokat, hát végtelen a, mondjuk a ex-szovjet nem muzulmán államokat, akkor is végtelen a tartalék, tehát gondolom itt ez a megfontolás, hogy azért minél közelebbi kultúrkörből érkezzenek. Igen, csak miből gondoljuk azt, hogy akik közelebbi kultúrkörből jönnek, azok nem Nyugat-Európát választják, hanem Magyarországot. Amikor mondjuk Nyugat-Európában háromszoros fizetéssel végzik ugyanazt a kevéssé hasznos munkát, mint amit Magyarországon, mármint úgy, hogy a... Értem, igen, igen, abszolút, hogy ennyiben kevésbé hasznos. Hát nem, mi nem így gondoljuk, de ők igen. Az valószínűleg azért, mert és most visszatérnek arra ezt az iszonyú pénz, amit erre fordítottak, hogy gyakorlatilag 0,1%-kal korrigálják a statisztikákat, vagy bármennyivel, azért ezt ne felejtsük, hogy ennek a kampány hatása az erős. Tehát igazából az a haszna ott termelődik a politikai kampányban. Ez viszont kétségtelen. Tehát, hogyha az a célunk, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költsünk el a politikai kampányokra, akkor ez egy valóban, ez megérte ez a történet, hiszen tényleg nagyon sok pénzt elköltöttünk, és el is fogunk még költeni politikai kampányokra, és azt mondani, hogy a családtámogatás működik. Miközben persze, hogy működik. Hát, miközben működik természetesen, hogy... hiszen 600-zal több gyermek, nagyjából 600-zal több gyermek született 2021-ben, mint 2020-ban. És ugye itt megint az a baj, hogyha elkezdjük ezt így extrapolálni, ezt a születésszámot és halálozási számot, akkor valóban elég ijesztő, ott ugye 50 év múlva elég ijesztő számokat kapunk. Igen, tehát a demográfusok azt mondják, hogy már 2050-ben nemhogy 9 millió, de könnyen elképzelhető, hogy 7 millió körül lesz a magyarok száma, és ez pedig hát azért ez szemben megy minden elképzelésünkkel, vagy minden jövőbelátásunkkal, és 2050 az azért, ha belegondolunk, már nem olyan nagyon hosszú év. Hát ezt még simán megélhetem, most, hogy belegondolok. Hát 85 így. Éves lesz, hát nem, azt nem élhetem meg. De elméletileg, de hogy sehol nem történt, mert mindenhol azért általában az van, hogy a lakosság száma növekszik, akár így, akár úgy. Tehát arra még nem volt kísérlet, hogy milyen lenne visszafejleszteni egy országot egy korban megelőző szintre, amikor 7 millióan lakták, 3 millióan lakták. De erre vannak. Tényleg? Éppen, hát amikor a nagy ilyen keleti kultúrák kihalnak, az pontosan erről van szó, hogy történik valami, és elkezd rohamosan csökkenni a népesség. Ennek exponenciális hatásai vannak, tehát ahogy elkezd rohamosan csökkenni, aha, mondjuk az inkák esetében, ott ugye a fehér ember azért rendesen hozzájárult az ő eltűnésükhöz, de akkor a kultúrák összeomlanak. Tehát hogyha elkezd... De hogy ez elkerülhetetlen? Tehát igen. Olyan kísérlet még nem volt, hogy lecsökkenteni egy nemzet számát, és utána megállni ott, vagy hát stagnálni. Én nem ismerek ilyet. Aha, igen, a modern világban semmiképpen sem ismerek. Történelmi példáink vannak, ahogy mondtam, például az inka birodalom, de számtalan ókori birodalom pontosan így bomlik meg, és tűnik el a kultúrája, hogy egyszerűen elkezd rohamosan csökkenni a népesség, és most gyakorlatilag mindegy, hogy miért csökken a népessége, az a lényeg, hogy drámaian csökken. Márpedig, ha azt mondjuk, hogy 7 millió környékére számolunk, nem, az drámai csökkenésnek felfogható. Igen. Hát akkor viszont minden igaz, úristen, hát fogy a magyar, hát meg kihalunk, hát vége van, jönnek, és a mindenféle szír, roma, és mit tudom én, fogják benépesteni Kárpát-medencét, és még senki sem József Attilát olvassa majd eredetiben. De miért nem gondoljuk azt, hogy ők is majd valamilyen módon asszimilálódnak és részesei válnak a kultúránknak. Miből gondoljuk azt, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyforma? Hát nyilván a történelmünk nem ezt igazolja, hisz egész történelmünk erről szól, hogy asszimiláltunk. Igen, de most azt érzem, hogy de és egyébként tényleg gyávaságnak gondolom, ez az 1300 a kvótáról beszélek, mikor be kellett volna fogadnunk, hogy 1368 menekültet, és ez annyira megrázta volna a magyar kultúrát, hogy gyakorlatilag megsemmisült volna, és akkor pont ezen gondolkoztam, hogy húsz, ennyire elvesztettük az önbizalmunkat, hogy nem tudunk integrálni 1360 főt, ami hát azért nem egy olyan nagy dolog, és ha nekünk tényleg olyan csodás erős kultúránk van, mint ahogy tényleg mint az ahogy van. Mint ahogy az van, így van. És hogy eddig még mindig sikerült, akkor most miért pont ez a kormány gondolja, hogy neki nem fog? És akkor mindenki mecsetet épít.
A gyermekem éppen most tanulja a magyar kultúra középkori időszakát, és ahogy tanulok vele együtt, és én is egy kicsit így elkezdek a tankönyveket olvasni, elképesztő, hogy mennyire képesek vagyunk túlélni a magyarokat. Mindenféle szörnyűséget a történelembe, a tatárjárástól a török duláson keresztül a Habsburgokig, akik el akarják teljesen németesíteni a magyarokat, és mégis itt vagyunk, és mégis túléltük. Én szerintem egyszerűen nekünk bele van kódulva a mi genetikai állományunkban, hogy mi folyamatosan túléljük, és képesek vagyunk másokkal együtt élni. És nem tudom, hogy ez miért olyan furcsa dolog, hogy Már csak azért is, mert például kunok betelepítés, ugye klasszikus, tehát ki gondol ezt a kunokról, hogy nem vagyok, de nekem voltak, itt direkt egy nagyon büszke kun ismerőseim voltak, akik abszolút magyarok, tehát nekik annyira jól sikerült ez az integráció, hogy a két, és megőrizték mind a két identitást furcsa módon. Vagy a jászok például. Jászok, azok is kőkemények, tényleg. Igazából az egy eléggé furcsa dolog, mert ismerjük most már az a genetikai térképünket, nagyjából az, hogy tudjuk, hogy azért mert ez a, tehát nagyon kevesen jöttünk mi itt azért a honfoglalókkal együtt, legalábbis a környezetemben kevés ilyen található, de ennek ellenére valóban a magyar kultúra ereje ezt az egészet összegyomta egy dologgá, mint a kínai kultúra tud még ilyet csinálni, hogy elfoglalják az országot, beül egy mongol a trónra, a császár lesz, és együtt a körbenéz, és rájön, hogy kínai lett, és hogy meglepődik, de hogy ez ugye nyilván tudjuk megint ez kampány, ami az egész mögött zajlik, de hogy közel valóban egy folyamatos jellegkicsinlése a kultúránknak, és ilyen semmilövétele. Így van. Tehát minthogyha folyamatosan kisebbségi komplexusban szenvedne ez az egész magyar politikai elit, és nem értem, konkrétan hogy mitől. Konkrétan Orbán Viktorról beszélni, tehát hagyjuk ezért, tehát ez egy emberről szól, és meg is értem a komplexusait ebből a kapcsolatban, csak hát van kínos ezt egy egész ország előtt egy nemzet politikájává tenni az embernek a komplexusait, tehát erre van az, analitikus, lefekszik az ember heti háromszor valami, és akkor ezek így, na mindegy, ez szörnyű. Azt gondolom, hogy ez egy icike-picikét túlzás volt, tehát azért mégse egy emberen múlik minden, hanem azért vannak kiszolgálói egy rendszernek, akik ugyanazt mondják, mint amit az az egy ember mond, és ugyanúgy gondolkodnak, mint ahogy az az egy ember, sőt, most már lassan a hanghordozások is teljesen ugyanolyan. Hogy egy emberen múlik minden, ez nem cáfolja igazából csak azt, hogy... Csak alátámasztja azt, hogy ennek van egy ilyen hatása, és akkor egy idő után mindenki ugyanúgy gondolkodik, és akkor onnantól ez már nem lehet el dönteni, hogy honnan is ered mindez. Na, azért álljunk már meg, hogy ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, mint ez az egy ember, akkor attól még el lehet dönteni, simán, hogy honnan ered ez a gondolat. Tehát attól neki még nem lesznek ugyanolyan gondolatai, hanem csak azokat tudja ismételgetni, tehát azért felfejthető ez a szál, bár inkább nem fejteni. Na de, hogy hát igen, úristen, 9.30-ig be sem kezdtünk ebből a témába, ezért félek mindig attól, amikor szabadon asszociálhatok, és amikor 2,5 óra alvás után érkezem, ami egyébként már így is másfél le volt tervezve csak. Szóval a lényeg az, hogy itt van ez az átlagszám, hogy ez a 129 000, és most nem fogunk bacakolni, és hogy az első hullámról van szó, ugye amikor valóban az történik, ami a kommunikációban van, idős, egyébként halmozottan más betegségek. Szóval mindig krónikus, ezt úgy hívják, hogy idős és krónikus beteg. Ez egy ilyen állandó eposzi jelző, idős és krónikus beteg. Egyéb betegség is, az is volt egy eposzi jelző. Ám egy nagyon furcsa dolog történt 2021-ben, igen. És ez a brutális, hogy elindult lefele ez a vírus igazából a korfán, és valahol egy ilyen 50 alatt. Igen, tehát készítettem egy számítást, az én, szabad egy nagyon kicsit arról beszélni, hogy miért is csinálom én ezt egyáltalán, de és tényleg, akkor utána elmondom. Egy, jaj, de jó, ezt most meg, ne, igen. Miért? 2020 márciusában, amikor az az ember, akiről itt az imént beszéltünk, bejelentette az első magyarországi esetet, amik természetesen külföldiek voltak, hiszen igen, milyen más lenne. Igen. Akkor én úgy éreztem, hogy itt valami történik, és nekem egy ilyen muszáj érzésem volt, hogy ezt nekem rögzítenem kell. Ismerem. És elkezdtem egy teljesen senki által nem biztatva belső késztetéssel rögzíteni az adatokat, amiket nyilvánosságra hoztak, és egy idő után elkezdett bosszantani, hogy van egy hatalom, amely korlátlan erőforrásokkal rendelkezik, bármit meg tud tenni, bármilyen információ rendelkezésre áll, és minden egyes adatot úgy kell belőle kihúzni, és ráadásul, ha ki is húzzuk az adatokat, az is teljesen rendezetlenül oda van ömlesztve, vagy akarjátok az adatot, akkor vigyétek, és mindent kézzel kell bevinni, tehát minden reggel én úgy kelek, hogy kézzel, amit ők egyébként
kitesznek, azt én beviszem a számítógébe, elképesztő, tehát, hogy ez a 21. Kicsit században. Analóg, igen, igen, ez egy analóg. Még az lenne jobb, hogyha rádióba kéne hallgatni és közben leírni. De igen, mint a vízállás jelentést a 70-es években, azt a szegény nagymamám, bocsánat, mindig úgy hallgatta, hogy ebéd után mindig úgy aludt el, hogy hallgatta a vízállás jelentést. És amikor... Az enyém is, úgyhogy én nekem is a fülembe van, hogy a hajóvonták találkozása holtilos. És egyszer szegényként szúnyogkát, és megkérdeztem, hogy mi az a hajóvonták találkozása tilos, és sose tudtam meg, hogy mit jelent az, hogy hajóvonták találkozása tilos, zárójel bezárva. Mm. Szóval elkezdett bosszantani ez az egész dolog, és különösen akkor, amikor olyan elemi hibák voltak, hogy miután valaki kézzel viszi fel ezeket az adatokat, egyszerűen elüti. Mm. És akkor kiderül, hogy a számok nem egyeznek egymással, és az nekem így egy ilyen... Szóval én a rossz érzéseim voltak ettől, és folyamatosan gyűjtöttem az adatokat, és elkezdtem összehasonlítani az adatokat azzal, amit a Központi Statisztikai Hivatal hivatalosan kiad. Mondjuk halálozási adatokat. Mm-hmm. És abból is kiderül, hogy itt sincs teljes összhang, mert valami nem stimmelnek az adatok a kettővel, és aztán innentől kezdve most már következetesen nézem, és csinálom, és ez egy belső késztetésem. Van, aki cipőket gyűjt. Igen, van, aki cipőket gyűjt, jó sok pénzért. Uh-huh. Én meg egyszerűen adatokat gyűjtök és elemzek. Ez egy nagyon gazdaságos... Igen, ez egy gazdaságos, így van. Szóval ami a 2020 és 2021 közötti különbséget jelzi, 2020 végén, 2021 elején nagyon sokan azt mondták, hogy itt nincs is többet halálozás. Tehát ez az egész Covid, ez tulajdonképpen nem is olyan nagyon halálos. Belesimul, így az mert belesimul. Most 10 000-rel többen haltunk, mert Istenem, uh-huh. 15 000-rel. Egyszerűen arról van szó, hogy 2020-ban más típusú emberek haltak bele a koronavírus járványban, mint 2021-ben. Valószínűleg a vírus élet ösztöne okán, és nem beszélve az oltásokról. Tudjuk, a vírus nem biztos, hogy él, de ez most mindegy. Igen. Igen. Szóval, hogy az oltások és a védekezés okán az embereknek a saját önmaguk védekezése uh-huh. után, ez nagyon fontos, tehát önmaguk vigyáztak önmagukra, ezért 2020-ban még tényleg a 60 év feletti, de leginkább a 70 év feletti aha. idősek körében volt nagyon nagy arányú halálozás. 2021-ben különösen mindenki emlékszik a 2021 tavaszi, azt hiszem, hogy az volt a harmadik hullám, bár most már itt a hullámok teljesen össze vannak a fejembe keveredve. Az volt a harmadik, igen, igen, az a brutál, igen. Igen, akkor valami egészen elképesztő változás történik, ugyanis az idősektől elkezdett szépen lefelé menni életkorban a halálozás, és most már 50 év alattiak körében van halálozási többlet a 2020-as évhez és a 2019-es évhez képest is. Tehát nem az idősek azok, akik arányaikban többen haltak meg 2021-ben, és ez egyértelműen kivilágdik a KSH statisztikából. Pontosan, csak össze kell adni, kicsit számolgatni, tehát semmi bonyolult, tehát nem kell deriválni és integrálni az adatokat, egyszerűen százalékot kell számolni, ezt meg talán még általános iskolában is megtanultuk, hogy hogyan kell százalékot. Ha veszi valaki magának az intellektuális fáradtságot egyébként, mert itt inkább az a megúszásra játszanak, hogy közünk adatokat, ezt úgyis majd ott lesznek. Pontosan, igen. Na de ha valaki, mint ön például, hogy hát elkezd százalékokat számolni, ami hát egyébként egy rendkívül érdekes és speciális hétvégi tevékenység, de hát a lelke rajta, akkor kijönnek ezek az adatok. Ez 2021 tavasza nagyjából, amit nézünk? 2021 tavasza és 2021 vége. Mert ugye 2021 második felében is van egy negyedik hullám, amelyik még szintén viszonylag halálos összességében, és ezek azt mutatják, hogy 70 év alá, sőt 60 év alá ment a többlethalálozás, és bizony 40 és 60 év közötti egyébként aktív, mármint gazdaságilag aktív embereket uh-huh. is érintett, akiknek valószínűleg voltak más betegségeik, én ezt nem mindenkinek tudom. Mindenkinek van más de betegsége. Egyébként 40 év fölött már mindenkinek vannak más betegségeik. Nekem alatta is, de ja, igen. Ja, 40 év alatti? Nem is persze. gondolnám. Nem, én akkor nem nagyon vagyok. Jól tartja magát. Egyrészt nagyon kedves, köszönöm, és hogy magam is így gondolom, de másrészt nem, csak úgy gondolom, hogy visszaemlékszel nekem, a 40 év alatt is voltak mindig valamint, tehát hogy azt gondolom, hogy az egészséges ember ez csak mítosz, egyfajta ilyen marketing dolog, de hogy persze, hát bárkit megvizsgálnak, akkor találnak nála valamit még a Covidon kívül, de a lényeg inkább az, hogy ez trend, tehát lehet, hogy ez lejjebb is megy majd, ha megnézzük a mondjuk az idei évet. Igen, az ötödik hullám, amelyik most volt 2021, legvégén 2022-ben, ez már egyértelműen leginkább a fiatalokat érintette. Ez nagyon szépen látszik a betegségekből,
hogy kik kapták el ezt a betegséget, de ez az ötödik hullámnak az omikron variánsa minden valószínűség szerint már nem annyira halálos. Tehát itt már nem biztos, hogy lesznek olyan többletadatok, többlethalálozási adatok, mint amelyek voltak 2021-ben is. Illetve aki azt mondja, hogy lesznek, azok azt mondják, hogy inkább az egészségügyi túlterhelése miatt, de a nagy mennyiség miatt lesznek ilyenek, ha lesznek. Ha lesznek, igen. Tehát elképzelhető, hogy itt már 2022-re nem fogunk olyan többet halálozást látni, mint amit láttunk. Sajnálatos módon 2021-ben és 2020-ban is. Milyen következtetéseket lehet levonni ebből egyébként? Tehát, hogy... Az, hogy borzasztóan volt kezelve a koronavírus járvány. Konkrétan ez a harmadik hullámra vonatkozik, igen. Mert az első hullám az jó. Az első hullám, emlékszem, a pánik, és amikor egy három héten megelőztük az olasz eseményeket nagyjából, és emiatt működött az a fajta kemény lezárás akkor. Igen, és volt valami, ami szerintem nagyon fontos volt, hogy az emberek képeket láttak. Videókat láttak kórházakról, ahol ott fekszenek az emberek kint a folyosón, és halál van, és félelem van, és ez bizony elindított egy társadalmi pánikreakciót, aminek a következtében mindenki elkezdett vigyázni magára. Én azt gondolom, hogy ahol volt probléma, az két hely, az egyik az adatközlésnek a hitelessége, tehát az, hogy az ember nem bízhatott azokba, amit mondott a nem tudom kicsoda, akárki, bár, hogy ki mondta, az egy kérdés. A másik pedig az, hogy az emberek nem láttak ilyen fotókat. Tehát utána már a második hullámtól kezdve, miután nem mehettek be a kórházakba a különböző televíziós tápok, már pedig a képeknek van egy modern világban ereje, ezért az emberek nem gondolták, hogy ez annyira ténylegesen annyira halálos lenne, mint amennyire valójában volt, és megmaradt az a szerintem téves elképzelés, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, hát csak valakit, akárkit érinti, de nem engem is, nem a közvetlen családtagjaimat. De közben, ha számokat nézzük, a 43 ezer halott nagyjából itt tartunk így most, ez valóban nem egy kiugróan sok. Hát, az, mihez képest? Mert a 430 ezer az sok. Hát én szerintem 43 ezer embernek a halála, akiknek nem kellett volna, hogy egyébként elhalálozzanak. Egy olyan országban, ahol egyébként is nagyon magas a halálozás, itt velem nem értek egyet. Mert az influenza járványnál ugye ezt a számot 20 ezer köré szokták tenni nagyjából. Hát, nem tudjuk, hogy mennyi. De ugye, amit olvastam, mert azért csak, hogy fordult ez meg, mert ugye emlékszem, a kezdeti reakciója az volt az embereknek, hogy hát mégiscsak az orvosok azért tanultak, hogy jobban tudják, rájuk hallgatok. Ugye a második, akkor az első, mert nem is volt én az első hullámban, emlékszem, semmiféle ilyen szervezet vagy szervezetlen tiltakozás. Most viszont a legközelebb baráti és ismerőségi körömben is már felül kerekedett az a nézet, hogy elég. Szóval engem most nem érdekel. Behalok, de ezt most hagyjuk abba. Az igazság, hogy ezt ismeri a pszichológia. Gondoljunk bele, hogy a második világháború pusztítás alatt is voltak emberek szerelmesek. Kapcsolatba kerültek. Gyermekek születtek. Tehát az emberek megtanulnak együtt élni a fájdalommal, a háborúval, a pusztulással. Ez egyszerűen belefáradnak abba, hogy a pusztulásnak milyen következményei vannak, és az emberi túlélési ösztön mindennél erőteljesebb. Egyszerűen a túlélési ösztönünk azt mondja, hogy most már ez elég, most már megtanultuk azt, hogy mit is jelent ez a koronavírus, ezen most már lépjünk túl, menjünk vissza a normalitás világába, csak attól tartok, hogy a normalitás már soha nem lehet ugyanaz a normalitás, mint amelyik 2019-ben volt. Nem, de a normalitás mindig normalitás, tehát ez igen. A vicces, hogy mondjuk a szennyezett levegőben is van egy normalitás, a háború alatt is van egy normalitás, eleve, hogy Magyarországon van normalitás, és Svájcban is van normalitás, ez nagyon nagy különbség. Tehát ezek így működnek, ugye erről volt ez az egy statisztika, hogy a boldogság, hogy azt gondolnak az emberek, hogy hát akkor úristen, Nigériában akkor senki sem boldog, dehogy, de ugyanannyian boldogok, mint igen. Máshol, mert hogy a mihez képest, és akkor gondolom, működik a dolog. Így van, tehát most arra van az a fajta telítődés, hogy elég volt. Akkor ezt most megtanultuk, mit jelent. Belekalkuláljuk az életünkben a halált. És ez egyébként, ha belegondolunk, elég szörnyű, de ez így van. Tehát ez nem a túlélési ösztönnek a lényeg. Én azért közlekedek motorral, hogy mindig ott legyen ez a dolog nekem. Aha. Tehát ez nagyon fontos számomra, hogy a motorral való közlekedés az azt jelenti, hogy sose vesztem el a kapcsolatomat a halállal teljesen. Hát kinek mi jutott? Igen. De miért ez jobb, ha így megfeledkezem, az egyszerűen csak nem. Azt mondom, kérdem, így az ember mindig ott tudja, hogy ott az ül mögötte még valaki, aki így ebben felelős ebben a dologban. Na szóval ez a dolog lényege, hogy két év lezárás után, két év ilyen nagyon kemény, gyakorlatilag a második világháború után
teljesen ismeretlen szabadságkorlátozások után joggal mondják azt az emberek, hogy nekik ez már sok, sok az életükből. Már nem szeretnének folyamatosan félelemben élni, és nem gondolom... És ez felülírja az értelmet? Természetesen. Azt hiszem, ez szép dolog azért. Igen, tehát azért az érzelmek az esetek többségében felül tudják írni az érzelmet. Tehát ez egész duma ez a homo sapiensről, ugye? Igazából ösztönlények vagyunk. Igen, de valószínűleg ezért tudunk túlélni. Igen, de ez de rengeteg probléma is adódik ebből. Hát természetesen. És mindenki gondolja a saját életére, hogy a két dologban ugye a képek, ugye, és az adatközlés, és én ellentmondást ezek egy picit, tehát hogyha olyan ember, olyan faj vagyunk, aki a képek alapján meggyőzze valamiről, az azt jelenti, hogy emocionális döntéseket hozunk, minden érzelmi döntés. Mi szükség adatközlésre? Hát az, hogy az adatközlés csak az adatközlés felnőttekről, úgy teszünk, mint a felnőttekre laknánk. De hogy, hát mindenki, rengeteg hülye van, pár, 10%-nyi, aki értelmezni tudja egyáltalán az adatokat ebből a szempontból, hogy igaza van a kormánynak, hogy ez félázsiai nép vagyunk, csak az erőből értünk, nem az adatokból, hagyjuk már francba. Tehát nem, én ebből nem értek egyet, tehát attól, hogy kétségtelenül a magyar társadalom minden valószínűség szerint valóban Ázsiából származik, vagy a magyarság... Mi már nem, de... Igen, az eredeti magyarság az, igen, ez az Ázsiából származik, de ettől függetlenül én meggyőződéssel vallom, hogy a hiteles tájékoztatásnak van ereje, a hiteles számoknak van ereje, mert valahogy alátámasztja a mi saját emócióinkat. Az emberek várják, hogy meglegyen a támaszuk a saját gondolkodásmódjuknak, és ezért, és a számok azok, amik meg tudják cáfolni, vagy alá tudják támasztani a saját vélekedésüket. És én emlékszem, hogy az emberek egy időben várták ezeket a számokat, és hallgatták a rádiót, és nézték a televíziót. Tudja, hogy mi történt? Az történt, hogy például elkezdtek az emberek jobban érdeklődni a közélet és a politika iránt, egyszerűen csak azért, mert volt bennük egy vágy arra. Valahonnan megoldást. Pontosan. Tehát volt egy vágy bennük, hogy információ jussanak. A taxisok és a műkörmösek sokkal jobban tudják. Így van. Azt hiszem, hogy ez egy örök tudás. A taxis és a műkörmös, továbbá a piacon az eláru, a gazda az mindig, vagy gazda az, hogy mindig jobban tud mindent, és a kocsmában pedig a legeslegjobban tudják ezeket a dolgokat. Igen. Úgy értem, hogy tehát az emberek nagyon várják a hiteles tájékoztatást, akkor elfogadják bárhonnan? Ha nem kapják a megfelelő helyről, akkor automatikusan fordulnak a teljesen bizonytalan, abszurd források felé a végén? Így, akkor, hogyha azok véleményvezérnek számítanak hiteles információként. Tehát az emberek hiteles információkra vágynak, és az a kérdés, hogy ők személy szerint kit tekintenek hitelesnek. Nagyon gyakran a kormány tekintik hitelesnek, vagy sokan a kormány tekintik hitelesnek, nagyon sokan nem a kormány tekintik hitelesnek, hanem valamilyen személyes kapcsolatból származó információt tekintenek hitelesnek, de a személyes kapcsolatból származó információk végső forrása mégiscsak valamilyen hivatalosság. Tehát ez egy ilyen körkörös történet, valahonnan ebből az információnak lennie kell. Valóban az orosz titkosszolgálat és hivatalosság, de hogyha ez így lenne, az emberek hiteles információt vágynak, akkor bele se néznének a Facebookba. Tehát akkor ez megint csak az, hogy de akkor... De ez nem, belenéznének, mert azt gondolják, hogy a Facebook egy hiteles forrás. Ja, na ebből is ebből látszik, hogy félázsiai nép vagyunk, és csak az erőből értünk. Mert hogy aki ez hiteles... Igen, mert hogy ez megint csak olyan, hogy azt mondjuk, hogy ami a könyvtárban van, az igaz. De hogy hát a könyvtárban rengeteg könyv van, minden benne van. Tehát, azt hiszem, hogy van egy olyan mondás. Nagyon régóta, hogy mert azt mondták a tévében, hogy... Igen, na ez hasonló egy és kicsit. És most azt mondják, hogy mert azt olvastam a Facebookon, igen, hogy ez onnantól kezdve hitelesnek tűnik, és az, hogy vannak olyan emberek, akik tudják, hogy ez nem hiteles, vagy legalábbis megkérdőjelezhető a hitelessége, az már egy másik történet. Na jó, de ebből is azt türemlik le, hogy teljesen felesleges a kormány részéről az adatközlés és a hiteles tájékoztatás, mert pont elég az, amit kapnak, úgy gondolják, hogy nekik ennyi kell, mármint a kormány részéről gondoltak, hogy elég furcsa módon egyébként, mert ez se volt koherens egyébként, hogy nem, a tájékoztatás. Nem, ez volt inkább, ami engem zavart, mert azt mondjuk, hogy egy stabil és érdekvezérelt félretájékoztatást csinálunk, akkor az is érteni kell, szóval azt is jól kell csinálni. Itt inkább ilyen hangulatokon múlt, hogy én nem is tudom, hogy milyen, néha egy ember egy sajtótájékoztatón bemondott egy számot, és akkor mindenki nézte, ez honnan került elő. Ugye a bevontalkásra azt hiszem, ezt a négy egyetem kutatását, ezért semmit nem találni nyomát a dolognak, szóval nem volt még ebben semmiféle egység, engem ez zavart igazából. Mert egy jól működő, ilyen klerikál fasiszta állam azért az odafigyel arra, hogy félretájékoztasson rendesen.
Nem tudom, hogy klerikál fasiszta állam van-e. A politológusként azt hiszem, hogy ezen kategóriákat nehezen tudom értelmezni. Ez irodalmi kategória, én többek között tőlem, igen. De nem jól hangzik a klerikál fasizmus, de szerintem egy ilyen jó, van egy ilyen hangulata. A gerontofasizmus volt a másik, de az régebben zajlott, és még a rendszerváltás előtt. De hogy... Azért klerikál fasizmus, mert a klerikaritátus az, amelyik mögötte van? Tehát hát az nem, egyházi azt gondolom, világ... hogy egy olyan, hát nyilván arról szól az én elméletem, hogy a komcsik úgy döntöttek, hogy hülyeség volt nem az államra támaszkodni, és hogy akkor most megcsinálják ennek ezt a verzióját, amit a Putyinnál is gyönyörűen látunk, az ortodox egyház fantasztikus partner abban, amit csinál, és nálunk is nagyon lelkes támogatói az egyházak már, amelyik tisztelt a kivételnek. Azt akartam mondani, hogy ez egy kissé túlzó általánosításnak tűnik nekem, és amennyiben. Azért, hát azért vannak olyan tisztességes egyházak, amelyek nem hiszném, hogy alátámasztanák. És hogy megérte ez az Iványi Gábornak, látszik is rajta, igen. Hogy igen, hogy kiváló ötlet volt nem támogatni a Orbánnak a törekvéseit. Valóban egyházak alapján nagy egyházakat érzünk, és ugye nekem az a legszebb példa, amikor a Puskás stadiont egy rabbi felszentelte, tehát innentől kezdve azt gondolom, minden belefér a világba. Nagyon-nagyon szeretem, de nem is ez a lényeg, hanem a hiteles tájékoztatásra picit visszatérve, hogy, és akkor folyik egy ilyen adatgyűjtés, mert mindig egyfolytában nap, mint nap. Igen. Mert csak próbálok visszakanyarodni a blogra. Ja, igen. Igen. És akkor időnként úgy veszek egy lélegzetet, és elkezdek valamit megírni. Amikor éppen van időm, vagy éppen vasárnap reggel semmi dolgom nincsen, akkor leülök a gép elé, és összeszedem annak a hétnek, a hónapnak az adatait, és megpróbálom átgondolni, hogy milyen folyamatok vannak. Engem folyamatok érdekelnek, nem konkrétan az, hogy 128.365, mert nem tudom megjegyezni konkrétan, tehát ilyen számokat nem tudok megjegyezni. Én azt tudom megjegyezni, hogy meg szerintem az az érdekes, hogy ebből mi következik. Hát a minta, hát az a lényeg. Az következik, hogy mi következik erre a magyar társadalomban. Például az, hogy mondjuk az elmúlt 50 év legsúlyosabb halálozási mutatói voltak 2021-ben, az, hogy mennyivel fogyott a magyar népesség. Ezek mind olyan adatok, tényszerű adatok, amelyek nem cáfolhatóak. Vagy például az az adatsor, amelyik azt mutatja, hogy a halál a KSH által között halálozási adatokból kivontam azokat az adatokat, amiket elvileg COVID halálozásban, de embereket, akik COVID-ban haltak meg, és megnéztem, hogy mekkora ott az a réteg, aki elvileg elhalálozott, és nem COVID-ban, és az a nagyon érdekes adat jött ki, hogy amikor elkezdett felfelé menni a COVID halálozás, akkor ezzel párhuzamosan mindig növekszik azoknak a száma is, vagy aránya is, akik nem halnak meg COVID-ba. Ennek két oka van, vagy két oka lehetséges, az egyik, hogy ők is COVID-ba haltak meg valójában, igen. Csak éppen nem regisztrálták őket, mert otthon haltak meg, olyan gyorsan haltak meg, hogy nem volt idő COVID-tesztet csinálni, vagy pedig ők a COVID-nak a másodlagos halálesetei, elmaradt egészségügyi ellátásból, és erről nagyon keveset beszélünk. De ezek az adatok például ki tudják ezt mutatni, hogy hol vannak hetek, hónapok, amikor ilyen többlet halálozás van, ami nem a COVID-hoz köthető. És vannak ilyen. Igen, nekem ez a két veszőparipám, hogy az elmaradt különböző onkológiai kezelések, stb. Nem számoljuk bele, hisz ott van többlet, és amit végképp nem számolunk bele, az a későbbre, a prolongált halálesetek száma, hogyha valaki mit tudom, 8 év múlva fog meghalni, amiatt, igen. Hogy COVID-os volt, vagy valami, vagy elmaradt egy bizonyos ellátása, és akkor azt hiszem, hogy, és pontosan azon gondolkoztam, és ez csak ilyen, ez fantázia, hisz nincsenek meg hozzá szociológiai alapjaim, de ezt a 42 ezeret azért olyan 3-5-tel tudjuk beszorozni, mint COVID áldozatokat, és na abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy 200 ezer ember, na akkor az viszont már nagyon sok. Hát az, hogy 3-mal vagy 5-tel, azért az nem teljesen mindegy, hogy... Hát így az irodalom szempontjából igen, de a szociológia szempontjából kevésbé jó, tehát ez a fránya kutatók, ezek mindig igen. Igen, velünk mindig csak a probléma van, mert a 3-mal szorzás és az 5-szer... 3-8, jó? Akkor, hogy még durvább legyen. 3x8-szor annyian. Jó, igen. Egyikkel megnyertük a választást, másikkal pedig 2/3-ot szereztünk. De ahhoz képest, hogy halmosan kitágul a nap és elpusztítja nagyjából Mars pályáig az egész naprendszert, ahhoz képest nem mindegy. De egyébként teljesen mindegy. Igen. De mondjuk az lehet, hogy nem holnap fog bekövetkezni. Vagy 5 milliárd év múlva, de hát könyörgöm, az itt van. Azért hogy eltelt az előző 13 milliárd is? Keveset tudok erről, bevallom őszintén. Sikerült olyan terepre csalnom, ahol már nem biztos. Szóval visszatérve, sok mindenhez értes, speciál a csillagászathoz kevésbé. Na, hát igen. Hát ez. Szóval visszatérve ehhez, igen,
minden valószínűség szerint a COVID-nak a másodlagos halálozási adatait azt a következő években fogjuk látni, amikor is meg fog nőni például a érrendszeri betegségben meghaltaknak az aránya, illetve a rákbetegségben meghaltaknak az aránya. Ezt nagyon nehéz lesz kimutatni, mert akkor viszont már jóval kevesebb lesz a COVID elsődleges haláleseteinek. Hát nézd, mert ezen pedig egy stroke-nál ki fogja ezt most vizsgálni, hogy egyébként most következett volna be, vagy 10 év múlva. Ez borzasztó. Mert nem is vizsgálhat ez a történet. És egyet ne felejtsünk el, hogy mindezt úgy beszéljük, hogyha volt kétszer is, sőt, tulajdonképpen 3-szor volt lezárás, ahol nem voltak közlekedési balesetek például. Mm-hmm. Egy csomó baleseti forma megszűnt, egyszerűen megszűnt létezni, mert jóval kevesebben sőt, voltak az influenza utcán. Sem volt. Nem volt influenza. És ezeket mind úgy kell gondolni, hogy ez a többet halálozás úgy alakult ki, hogy közben nem volt influenza, nem volt közlekedés, nem voltak tragédiák. Tehát tulajdonképpen itt nem 43 ezer emberről van szó, pusztán, aki meghalt, már ez a szó is, hogy pusztán, igen, hanem hogy plusz még figyelembe kell venni ezeket az egyébként nem elhalálozottakat is. De növekedett a családon belül erőszak például, igen, és tehát rengeteg furcsa mellékhatása volt, illetve lesz, az megint egy viszonylag érdekes dolog, hogy mik azok a velünk, majd a belünk élő ilyen a trauma következményei, vagy gyerekekkel kapcsolatban, hogy mi lesz velük, hogyha felnőnek, ami még egy távolabbi dolog, tehát mit tudom, 25-30 évvel jelentkeznek a tünetek. Nem véletlen, ha már az ifjúság kutatással kezdtük, akkor nem véletlen, hogy én a COVID-ot úgynevezett generációképző eseménynek tartom. Mi kezdtük azzal, azt nem hallottam. Hallgató, csak mondom. Ja, bocsánat. Ja. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a COVID megváltoztatja a generációs fejlődést, és ez valami egészen újhoz vezet, mert a COVID az olyan traumatikus élmény egy teljes ifjúsági generációnak, hiszen bezárták őket, 4 fal közé szorították őket, és kivették az iskola rendszerből, az iskolai szocializációból, tehát olyan szocializációs gap lesz, szakadék van azoknál a fiataloknál, akik megélték a 2 évet, hogy azt gondolom, hogy simán ez egy COVID generáció létrejöttét fogja eredményezni. Egy durvább járvány 3 év múlva. Igen, de ezt nem tudhatjuk természetesen. Nyilván, nem megint az irodalmi. Igen, de ne felejtsük el, hogy miután most már van egy mintázat, hogy hogyan kell az ilyen súlyos vírusfertőzéseket kezelni, talán 3-5 év múlva nem felejti el a rendszer ennek a használatást és működtetését. Tehát talán... Melyik rendszer? Bocsánat, a világrendszer? A világ. Annak nem volt ilyen a világrendszer. Ez pont ez a furcsa, hogy azért eléggé megoszlottak, hogy ki hogy kezelte, és nem derült ki igazából egy hatékony kezelési eljárás számomra. Valóban, de azért mégiscsak van egyfajta nemzetközi együttműködés például a gyógyszerek előállításában. Itt azért van olyan technológiai fejlődési ugrás, amely lehetséges, hogy nem következett volna be, hogyha nincs a COVID, és ezt most már lehet adaptálni 3 év múlva, 5 év múlva, tehát az a tudományos tudás az azért megvan, amelyik az elmúlt 2-3 évben létrejött ennek hatására. És ha ez a nyereség, akkor ez egy az iszonyatos veszteséggel szemben, akkor azért ez egy fontos dolog. De milyen furcsa, hogy azt gondoljuk, hogy tombolva rohan előre a tudomány, és mégis egy ilyen téma annyira brutálisan fel tudja gyorsítani, ami soha nem történt volna meg, és ebből ez következik számomra legalábbis, hogy iszonyatos tartalékok vannak. Igen. Tehát, hogy döbbenetes agyi tartalékok vannak itt a kutatásban, hogyha egy ilyen vészhelyzet ezt így ki tudta hozni hirtelen, így a 4-5 Nobel-díj így bezuhant ebben a műfajba. És a másik pedig az viszont, hogy pont ezt, ahogy eltérően kezelték az osztályok a járványokat, hogy tehát bármilyen tudományt és bármilyen egységesítésre, törekvést a politika felül tud írni. Tehát mindent el tud rontani, bármit ezek közül. Igen, ez teljesen igaz, tehát a politikai döntéseknek és a tudományos teljesítménynek a világon semmi köze nincsen egymáshoz, és ez az elmúlt 2 év gyönyörűen megmutatta. Nálunk. Nem csak nálunk, a világ más országaiban is megmutatta. Azért gondoljunk az Egyesült Államokra, hogy ott módon történt mondjuk Trump elnök időszakában, vagy mondjuk gondoljunk Brazíliára, ahol például az elnöknek a legfőbb tanácsadója néhány héttel ezelőtt halt meg COVID vírusban, aki konkrétan tagadta még a vírusnak a létezését is, tehát itt azért van egy-két extrém történet a világban. Ez a szörnyű, hogy egyébként, mintha tényleg ilyen pedagógia érzékelne a sorsnak, hogy így
visszacsatol, tehát ilyen, tehát azt mondja, hogy tehát, tessék, akkor nem, ha nincs vírus, akkor miben haltál bele, öreg. De a tanulságok levonása elmarad mindig. Ez nekem azt tetszik nagyon a politikában, hogy ott nincs egy ilyen, hogy hát a hülyeséget mondtam, és most akkor ilyen következménye lett, tehát akkor azt mondom, elnézést, emberek, hülyeséget mondtam. Nem, ez nem történik meg, ez ijesztő egyébként. Szeretnék én is ilyen magabiztos lenni, hogy a hülyeséget továbbra is állítom. A Joe Rogannel olvastam, hogy hallgattam egy beszélgetést nemrégiben, amikor már reflektál arra, hogy a Spotify-ról ugye megpróbálták őt kitenni, és hülyeséget beszél, és így, például ez nem nagyon, de nem, mert én egy harcművész vagyok, aki elszív egy hatalmas jointot, utána beül egy mikrofon, és hülyeséget beszél. Én megmondtam előre, hogy ez lesz, tehát nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy, és hát igen, hogy ez nagyon érdekes, hogy beszélte valaki hülyeséget egy harcművész létére betépve, mint az állat, amire azt mondják az ember, hogy hát amíg öten hallgatják, igen, de amikor 200 millió van, akkor nem. Igen. És ez nagyon érdekes dolog, hogy a felelősség, és ő ugyanaz a hülye, attól sokan hallgatják, de már akkor nem oké. Igen, de a politikai felelősség és a tudományos felelősség, ez szerintem nem hasonlítható össze egymással. A tudósnak azért van felelőssége, hogy előállítsa azt a gyógyszert, ami megmenthet nagyon sok embert. A politikusnak meg az a felelőssége, hogy politikában olyan döntéseket hozzon, hogy ő újra hatalmon maradjon. És az, hogy ennek milyen... De az is a felelőssége, hogy ez a tudós elő tudja állítani azt a gyógyszert. Igen, és valóban, hogy de az emberek pedig elhiggyék annak a tudósnak, hogy az a gyógyszer hat, mert ez a politikus felelősség. Igen, de megfelelő pénzt adtak. Tehát ezt el kell ismerni, hogy a világ összeadta azt a mérhetetlen mennyiségű pénzt, amit mi nem is tudunk átlátni, hogy mennyi pénz került a tudományba az elmúlt két évbe, két és fél évbe. És aztán utána, hogy a politika ezt mire használta, szerintem az megint egy másik kérdés, és erről érdemes lenne egy nagyon komoly politika-tudományi elemzést készíteni, hogy a politika hogyan használta fel a tudományt, vagy mire használta fel a tudományt, és a tudomány szkepticizmus, amelyik létezik a világban, létezik Nyugat-Európában, Amerikában, ugyanúgy, mint Magyarországon, miért növekedett meg az elmúlt években, amikor látjuk, hogy a tudományos teljesítmény viszont elképesztő dolgokra pont képes. Pont emiatt növekedett meg a szkepticizmus, legalábbis az én elméletem az, hogy mivel látták a tudomány működés közben, miszerint jönnek az új adatok, és felül akár három havonta azt lehet mondani, a véleményt meg lehet változtatni, ezt látták a működés közben, hogy mást gondolnak most, mint egy éve, ilyet egy vallási vezető vagy egy politikus nem csinálhat. Ő mindig azt mondja, ugye a hülyeséget, akkor is, ha kiderül. És pont emiatt, hogy jól működik a tudomány, pont emiatt nő a szkepticizmus szerintem. Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Abban teljesen igaza van, hogy a tudományt mindig egy ilyen lila köd veszi körbe, mint hogyha valamit, tehát a laboratóriumban, és akkor ki tudja, mit csinálunk. És most az történt, hogy látjuk, hogy mi történik a tudomány berkein belül is, és lehet, hogy a társadalomnak erre nincs szüksége, hogy belelásson. Hú, de jó végszó, Szabó Andrea szociológus volt a reggeli személy. Ezt elvihetem? Ez a kinyitott blog, mert még nem nyomtattam ki, és főleg nem ilyen szép színesben. Hölgyeim és uraim, most jön ez, amit azt mindig konzervből szoktam felolvasni, de mivel most elaludtam, ezért képzeljék el, élőben fogom felolvasni a stáblistát, úgyhogy ezt még nagyon gyorsan idebigyeztem. Balogh Kármen, Zsidei Péter, Budai Márton és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, a viszont hallásra. Reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.